Ezekben a pillanatokban is egy új élet jön a világra, itt a Fejér megyei Szent György kórházban, és ahogy azt a kismamák, illetve az édesanyák már megtapasztalhatták itt a helyszínen, egy modern családbarát környezet várja őket, de fejlesztés valósul meg a kórházban hamarosan, és ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk. Azon a terápiát is megvalósítottuk, mert különböző aromák segíti a tárgyulást és a kitolást, ezen szülő relaxáció, zene szól. Minden megtalálható ebben a szülőszobában, ami elősegítheti a gyengéd szülést. A kórház szülészeti és koraszülött osztályára betérve most is modern környezet fogadja a kismamákat, de e két helyszínen ebben az évben újabb fejlesztések valósulnak meg. A kormány mintegy 8 milliárd forintból újítja meg a kórházak osztályait, ápolási eszközeit. A fő célok közé tartozik a pozitív szülésélmény, a családbarát szemlélet megvalósítása. Családbarát szülészet, tehát mondhatnánk úgy is, hogy családbarát elveken működő családközpontú szülészeti és újszülött ellátásról beszélünk. Ez már nem csak a mi osztályunkon, hanem Magyarországon is, mondhatnám, hogy 25-30 éve elkezdődött. Különböző, csak nem voltak meg a struktúrális feltételek. Tehát a családbarát szülészetnek három fő pillére van. Az egyik az, hogy a terheseket, a házaspárokat, az anyukákat föl kell készíteni a terhességre, a szülésre, a gyermekágyás időszakra és a szoptatásra. A szülésre felkészülő programokat kell szervezni a szülészeti osztályok koordinálásával a területi gondozás során. A másik lényeges lépése a nyitott szülőszoba kérdés, a szülészeti ellátás, hogy hogyan történik a szülés. A dehumanizált szülészeti ellátással szemben létrehoztunk egy olyat, hogy kinyitottuk a szülőszobákat, az apukákat, a édesanyákat hoz beengedtük, de ma már nem csak az apukákat, a hozzátartozókat, testvért vagy anyukát, vagy bárkit beengedünk a szülőszobára. Ez úgynevezett együtt szülésre van lehetőség ma már a szülőszobákon. A mi szülészeti osztályunkon a szülőnőknek a 97%-a már valakivel együtt szül az egyágy a szülőszobákon, és a szülőszobákon nem csak a hagyományos fekvő helyzetben szülhetnek ma már a kismamák, hanem ugyanett alternatív módon, vertikális helyzetben, függőleges helyzetben járkálhatnak, sétálhatnak, maguk választhatják meg a pozíciót, és ha végén kell esetleg ugolva, vagy pedig szülőszéken is szülhetnek. Vannak intézetek, ahol pedig már vízbe vajudás és vízbe szülés is van Magyarországon, és ez követi rögtön az újszülöttel való találkozás. Tehát, ahogy megszületik az újszülött, a korai anya gyermek kapcsolatnak a biztosítása. Ezt ma úgy hívjuk, hogy aranyóra, az első egy órában egy olyan szenzitív fázisban van az újszülött, hogy az azonnal való emlőre helyezés, az testvérvel az édesanyával való találkozása rendkívül meghatározza a kapcsolatot a szüleivel, a családdal, de a társadalommal is később. És a szoptatásra is nagyon jó hatással van, és a később nagyon fontos a kizárólag a szoptatásnak a biztosítása, és a szülészet osztályán ugye egy gyermekágyas szobákat, pedig úgynevezett rumingin szobákra alakítottuk át, amiben az édesanyja és az újszülött folyamatosan nap 24 órájában együtt lehet, bármikor tisztába teheti, megfürdetheti, bármikor megszoptathatja, és a végén úgy mennek haza valóban egy családként, hogy mindent nagyon jól csinálnak. Tehát ez az egész folyamat, a fölkészítés, a nyitott szülőszoba, együttszülés, korai gyermekkapcsolat, rumingin, szoptatás, ez együtt nevezük egy családbarát szemléletű, családközpontú szülészeti ellátásnak. Ezt ma már nagyon régóta csináljuk mindenütt az országban, de mint utaltam rá, nem voltak meg a feltételek. Tehát valamikor olyan szülőszobák voltak, ahol 4-5 szülőágy volt egy szülőszobán. Vagy az újszülöttek el voltak választva az édesanyáktól. És amikor ezt elindítottuk, akkor sajnos a kórházaknak kellett megpróbálni megoldani az egyágyas szülőszobákat, a rumingin szobákat, és nagyon nehezen, de fokozatosan kezdett kialakulni ez a dolog, és a szakmai hozzáállásra is nagy szükség volt, hogy a szakemberek is ennek megfelelően kiképződtek, alakultak, és hát a társadalomnak is át kellett alakulni, hiszen az elmélet elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor az apukák nem akartak bejönni a szülőszobára, mert úgy gondolták, hogy ez nem sik, hiszen az nem divat, inkább mentek a kocsmába, vagy vártak kint a szülőszoba előtt. Vagy még az anyós is azt mondta, hogy képzeled, hogy te bemész oda a szülőszobára. A hölgyek azt hitték, hogy a szexuális életük majd zavar fog szenvedni, hogyha bent vannak a szülőszobára. Tehát lasszóval kell behozni az embereket. Nem örültek a rumingines ellátásnak, mert úgy gondolták, hogy zavarja őket, hogy folyamatosan az újszülött velük van, amikor a szülőszobá után a gyermekkeres időszakban. Tehát mindenkinek ezt meg kell tanulni, meg kell szokni, át kell alakulni, de ma már egy olyan társadalmi, annyira elfogadottá vált, szinte egy forradalmi változás ment keresztül a szülészeti ellátásban az elmúlt 25-30 évben, hogy ma már a társadalom részéről is egy óriási igény, hogy ez már pedig mindenki bárhol megkapja, hisz ez az ilyen ellátás az igazi családdá válásnak a pillanat.
csinálta, és a családdá válás a szülőszobán dől el. A szülés körüli események nagyon befolyásolják az újszülőt és a családnak az alakulását. Ha itt valami pozitívan alakul, az egész életükön pozitívan fog végigmenni, ha pedig negatívan, akkor befolyásolhatja. A másik, hogyha valaki úgy megy haza a szülőszobáról, hogy ide többet vissza nem jövök, már borzasztó élmények érték, nem biztos, hogy még egyszer visszajön. És ma nagyon fontos az, hogy mind többen szülessenek úgy ma Magyarországon, tehát egy demográfiai probléma is van Magyarországon, és ezért nagyon fontos, hogy a szülészeti úgy jöjjenek, hogy olyan pozitív szülés élmény legyen az édesanyáknak, a családoknak, hogy szívesen jönnek vissza, és akkor szívesebben vállalnak újabb terhességet és újabb szülést. És minden ezeket az elvi kérdésekkel kapcsolatban nagy szerencsénk van most, hogy a kormányzat is fölismerte ezt a problémát, és az elmúlt évben egy pályázat indult el Magyarországon a kormányzati támogatással, mint egy 8 milliárd forintot, ez többször elhangzott a televízióban mindenütt, hogy mint egy 8 milliárdot különítettek arra, hogy a szülészeti osztályokon megteremtsék a strukturális feltételeit ennek a családbarát szülészeti ellátásnak. Mert hiába próbáljuk megvalósítani, hogyha nincsenek meg a feltételek, ha nincsenek elég egy ágy a szülőszoba, ha nincsenek megfelelő komfortszofogatú gyermekágy a szobáink, ahol esetleg az édesapa is ott tud lenni az édesanyával, ha nincsenek a feltételek, megteremteni. Ezért ez a pályázat azért arról szól, hogy szinte minden szülészeti osztályon, ahol erre már megfelelő fogékonyság van, ahol megfelelően ezt meg tudják valósítani, a családbarát elvekkel működő szülészeti ellátást, annak a anyagilag támogassák. Ez a pályázat nagy része már lezajlott, eddig is dolgoztunk, és mondhatnám azt büszkén, hogy a mi szülészeti osztályunk mint egy példaértéken működik ma Magyarországon. Épp ma múlt héten volt egy kongresszus Gárdonyban, ahol beszámoltunk a munkánkról, és mindenki örül és támogat, vagy mint egy példaként veszik, hogy hogyan végezzük. Ez azzal is tudjuk bizonyítani, hogy 2015-ben a Baba Barát Kórház címet nyertük el, ez a WHO pályázat kapcsán, ez a szoptatással kapcsolatos nagyon fontos kérdés. Tavaly, 2018-ban pedig év szülészeti osztálya lettünk, és ennek mind az volt a feltétele, hogy a családbarát szemléletet mennyire tudjuk megvalósítani. Mi 15 éve költöztünk el ebbe az épületben, ahol most működik a szülészeti osztály, azóta folyamatosan alakítjuk ki ezt a gyakorlatot, a természetes szülészeti szemlélet gyakorlati megvalósítását, és mondhatnám azt, hogy nagyon nagy elégedettséggel a szülőnők, a újszülöttek, a családok számára sikerül megvalósítani. Jelenleg 4 darab egyágy a szülőszobánk van, egy vajudóval, egy külön apás öltözővel, a szülőszoba mellett van a császáros műtő, és a 24 órás roomingre alkalmas szobáink is vannak, ahol 2, 3, 4 és van 5 ágyas szobánk is, vannak az újszülöttek elhelyezve 24-es roomingénben, ahol az igény szerinti szoptatást meg tudjuk valósítani. De szeretnénk tovább lépni. Tehát ez a folyamat, úgy gondoljuk, hogy mi Magyarországhoz képest is jó helyzetben vagyunk, de szerencsére jött ez a pályázat, és úgy gondoltuk, hogy tovább tudunk lépni, és azért is pályáztuk meg, és hál' Istennek, hogy megkaptunk támogatást, és ebbe tovább úgy tudunk tovább lépni, hogy legelőször is a szülőszobai ellátáson tudunk változtatni. Az egyik dolog az, hogy van 4 darab egy-egy a szülőszobánk, és itt a komfort fokozatot tovább tudjuk javítani, minden szülőszobának saját fürdőszobája lesz, a fürdőszobában olyan kis kárdal, ahol tudnak esetleg vajudás alatt is relaxálni az édesanyák. A szülőszobánkon eléggé sötét volt az egyik fal, ott üvegfalakkal fogjuk kicserélni, illetve kialakítunk egy 5. szülőszobát, amit úgy nevezünk, hogy családi szülőszoba, pont ez a helyiség, ahol most tartózkodunk, ez lesz a családi szülőszoba, ahol be lesz helyezve egy olyan otthoniasan fogjuk berendezni. Tehát az otthon szülés kényelmét akarjuk biztosítani a szülészeti osztályon, és ebben a családi szülőszobában egy fürdőkádat is fogunk elhelyezni, és hogyha kell, vízbe is fognak tudni vajudni az édesanyák, illetve ha kell, vízbe is tudnak majd esetleg szülni, természetesen csak mint alternatív módon lehet lesz választani, és ebben a pályázattal tovább tudunk így lépni, mert erre még nem volt a mi osztályunkon lehetőség, illetve a komforttal kapcsolatban gyermekágyas osztályokon, ahol most jelenleg 2, 3, 4 ágyas szobáink vannak, ott átalakítjuk a gyermekágyas kórtermeket, ahol most 4-5 ágyas szoba van, azokból 2 darab 2 ágyas roomingines szobákat helyezünk, ahol most 2 ágyas esetleg megpróbáljuk esetleg 1 ágyas, illetve és mondhatnám azt, hogy kis szállodai szoba szintre szeretnénk fölemelni, tehát a belső építészetileg is ebből a pályázatból javítani akarjuk,
és ha kell olyan szobákat, hogy a hozzátartozók, az apuka is, hogyha egy-egy a szobában tud kerülni a szülőnő, akkor esetleg bent tudjon lenni, ha ott is aludhat, esetleg egy fotelágyat is behelyezünk, fűtőszekrény, televíziót, foteleket, tehát hogy otthon érezzék magukat az ott a pár nap alatt az édesanyák a gyermekedés asztalakon, mint a szülészeten belül is, és ebből a pályázatban ilyen terveink vannak, hogy meg tudjunk valósítani. Hát ezen belül pedig műszer kérdés is van. A műszer kérdésekkel kapcsolatban pedig hát ebben a pályázatban ki fogjuk tudni a pályázat alapján. 10 évesek a szülőágyaink, amelyek nagyon jó, annak idején még az alapítványból tudtuk támogatásával megvenni. Most ebbe a pályázatban betettük, és úgy néz ki, új szülőágyakat tudunk választani, minden pozícióban lehet beállítani, ami esetleg függőleges helyzetben szülőszékeket fogunk vásárolni ebből a pályázatból, monitorokat, amivel az obszervációt a szövődményben és terheseknél jobban tudjuk majd elvégezni. Tehát fölülítjük azokat az eszközparkjainkat, parkunkat is, ami a szülészeti ellátásnak a biztonságát fogja nyújtani. Évente, hogy kb. 2500 körül mozog Fejér megyei Szentgyörgy kórházban a szüléseknek a száma. Az újszülöttek azok meghaladják a 2500-at, ez azért van, mert vannak ékelszülések is, és azik vannak kettesike, vagy már hármasike is, és ezért több az újszülött, mint mennyi a szülés szemre, 2502 újszülött született az osztályunkon, és 2466 szülés zajlott le. Ez, mint mondtam, évek óta átlagosan ezt tudjuk nyújtani, hogy ez van az osztályunkon. Országosan körülbelül a harmadik, negyedik helyen állunk, hisz a nyíregyházi kórház, ahol egy kórház az egész megyében, és valami 4000 szülés látnak el, nagyon nagy kórház, ők előznek bennünket, meg Budapesten a 2. számú szülészeti klinika, most már összevontva, tehát nagyon nagyobb intézetek vagyunk, de a megyei kórházak között, az elsők között vagyunk ebben a születésszámmal, és mondhatnám azt, hogy az eredményeink is nagyon jó, hisz a halálozás, a szülés körüli halálozás, ami meghatározza a munkánknak a minőségét, a oxigénhiányos állapotok, vagy a halálozás, és ezt perinat ezrelékbe adják meg, és hát az országos átlagon alul vagyunk, mi 3,7-et hagyottam az elmúlt évben, és mi 2 ezrelék a perinatális halálozásunk. Az osztály, ami az legjobb a jelenleg a Magyarországon, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen körülményeket, családias körülményt biztosítunk, de ugyanakkor az újszülött ellátást is, a biztonságát is nyújtjuk. Magyarországon a szüléshez viszonyítva pedig az elmúlt évben, a legtöbb információm szerint 98 000 szülés zajlott le az elmúlt évben, 2018-ban. Sajnos ez picit kevesebb, mint volt 2017-ben, 2%-kal. Ebben a szobában a későbbiekben minden az otthon kényelmét idézi majd. A gyermekágyas osztályokon pedig, ahol jelenleg 2, 3 és 4 ágyas szobák vannak, szintén átalakítás lesz. 2 és lehetőség szerint 1 ágyas szobákat is terveznek majd. Cél, hogy az ellátás szállodai szintű lehessen. A kórtermekbe televíziót, de igény szerint fotelágyat is biztosítanak majd. Minden olyan területet, ahol kiemelkedő szakmai munka folyik, nagy esetszámot kezelünk, igyekszünk fejleszteni a korszínvonalának megfelelő eszközparkkal, komfort lehetőségekkel, erről szól ez a pályázat is. Itt a szülészeti osztály kapcsán és a koraszülött osztály kapcsán egy 200 milliós és egy 80 milliós infrastruktúrális eszközparkot javító fejlesztés, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy komfort javító fejlesztések lesznek. Én azt gondolom, hogy a családbarát milliónek és hangulatnak próbálunk megfelelni, amikor módunk van. Nyilván ez egy olyan intézmény, ahol óriási betegszámmal találkozunk. Ezt mindig elmondom, hogy évente több mint 2 millió orvosbeteg találkozás van. Van egy rendkívüli betegbeáramlás a sürgősségi osztályunk, a manuális szakmáink és a nem manuális szakmáink felé is, de érzékeljük, tudjuk, és hát gyógyítóként természetesen átérezzük azt, hogy az ember közeli, a családbarát, a megoldásokat favorizáljuk, jelesül ennek az osztálynak a fejlesztése kapcsán is. Itt vannak a szülőszobáink, egy-egy a szülőszobák, mert az apukák külön folyosan érkeznek a szülőszobák, hogy ne zavarják a személyzetet, és mellettően a szülőszobák mellett rögtön van egy császármetszésre alkalmas műtő, hogyha bármi probléma van, azonnal csak átoljuk, kismamát és már is végezhetjük a műtétet. Itt lakunk a környékben, és csak úgy hallottunk a kórházról a családbarát, úgyhogy azért is jöttünk ide mindenképpen, úgyhogy úgy gondolom, hogy gyorsan zajlott minden, és azóta is most teljesen nyugodtan együtt vagyunk a babával. A Szentgyörgy Kórház szülészeti osztálya kiemelkedő helyet foglal el hazánkban a szakmai ellátás és a modern eszközpark színvonalának tekintetében.
Az osztály nemrég a családháló díjat is elnyerte. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg, de tartsanak velünk legközelebb, és én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!